Na szóval, tegnap csináltam azt a kis filmet, és arról írva a transzkriptot, tudod, a transzkriptnak beadod a YouTube címet, és ő pedig intézkedik, hogy lefordítsa neked. Szóval lefordítsa, leírja mindent, amit mondtál, és visszaadja, hogy te föltöltsed a YouTube-ra a leírást. 5 percig ingyen van. Most nem tudom, hogy meddig fog ezt tartani, de még megy, tudod? Ez fontos, de hogy alul legyen írva. Már fontos, hogy megértsük egymást. Akik nem tudnak magyarul, azok is meg kell értsenek. De hát ehhez a performancehoz nem fogunk jutni. Performance nincs magyarul, de nem tudom magyarul, hogy mondja ezt a izét. Na, elég az hozzá, hogy ez a Putyin mese, ez nagyon-nagyon veszélyes. Azért veszélyes, mert a gyengesége előkerült, hogy az a zsoldos főnöknek, miután mondta, hogy hazaáruló, azután pedig mégis szabadon engedte. Szóval egy hazaárulót lehet elengedni, hogyha olyan nagy fenyegetést jelent az országnak. Szóval, hogy polgárháború lett volna belőle, elengedik. Mert attól félt Putyin, hogy ez bemegy Moszkvába, elkezdik a lövöldözést, és egy részt a elégedetlen lakosságnak átáll a zsoldosok mellé. Ez volt a veszély. Ezt nem akarta reszkírozni, fél ettől, hogy nagyon sok az elégedetlen is átáll a zsoldosok mellé. Ezért inkább hagyta, hogy elmenjen, és nem reszkírozta, ezzel pedig mindenki, aki körülötte van a főnökök közül, azt fogja mondani, hogy ez egy gyenge főnök, és ezt most lehet hátba szúrni. Úgyhogy az oroszoktól biztos, hogy hamarosan lesznek új szenzációs hírek.